Üdvözlöm stúdiumban Balajtini Sütő Margitot, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Megbízott Intézmény vezetőjét. Itt vagyunk a küszöbén az ünnepeknek, a karácsonynak, és mindent, ugye, ami körülveszi ezt a decemberi meghitt hónapot. Arról érdeklődnénk, hogy az önök családjában hogyan zajlik a készülődés? Köszöntöm én is nagyon sok szeretettel a nézőket. Ez egy nagyon szép ünnep. Én vallom, hogy az anyák napja után a második legszebb ünnep a karácsony. A mi családunkban is együtt szokott lenni a család, és a Szenteste napján én mindig egy karácsonyi ebédet főzök. Mert azt lehet tudni, hogy mi szokott az ünnepi hát menő igen, lenni? A szokásos sült kacsa, töltött káposzta, nem maradhat el a hal az asztalról, és azért is ebédet szoktam főzni és kedveskedni a család tagjaimnak, mivel mi a Szentestét azt a férjemnek a szüleinél töltjük, és ott a két sógornőm és családtagjaival együtt közösen, és már évekre visszamenőleg szokás, hogy a nővéremmel, pedig minden más karácsonykor, második karácsonykor meghívjuk egymást. És most nagyon-nagyon izgalomban vagyok, hiszen én következek, én vagyok a soros, és én fogom vendégül látni a nővéreméket, illetve a két keresztlányomat, és együtt vagyunk, ebédelünk, beszélgetünk, és természetesen az elmúlt időben már nem az ajándékozásra tesszük a hangsúlyt, mert a mai világban nagyon elmegy a tárgyiasság felé a karácsony. Mi örülünk annak, hogy együtt vagyunk, és tudunk beszélgetni, és olyankor egy-egy kellemes emlék felhozódik, és ezek mind-mind olyan jó érzések számunkra. Az ünnepi menüről már beszélgettünk, de mi a helyzet a desszertekkel, az édességekkel? Jaj, hát én nagyon imádom a desszerteket, és kolléganőimmel beszéltem, én már nagyon nagy karácsonyi lázban égek, és pont erről beszélgettünk, hogy mi lesz a karácsonyi menü, illetve a desszert. Minden évben nem maradhat el az ünnepi asztalról a kalács, a diós és a mákos kalács, illetve gyermekeim nagyon szeretik a kakaósat, úgyhogy megsütöm a háromféle kalácsot, illetve a szokásos narancstortát, és az egyik kedves kolléganőmtől kaptam a flódni receptet, ami nagyon munkás, de isteni finom, és mindig elkészítem, illetve még kisebbek voltak a gyermekeink, a mézes kalácsot együtt sütöttük. Hát mióta két nagyfiam van, azóta ők már kevésbé veszik ki ebből a részüket, de nem maradhat el a szokásos karácsonyi mézes sem. Igazgató asszony, mennyire ad a dekorációra ilyenkor? Hát én nagyon szeretem a dekorációkat, és úgy gondolom, hogy egy ünnepnek alapja, hogy ünnepi díszben öltöztessük a környezetünket, és ahogy elkészül az első adventi koszorú november végén, onnastól kezdve mindig folyamatosan dekorálom a lakásunkat, és mire karácsony lesz, akkor ünnepi díszben pompázik a házunk, és már elárulom, hogy tegnap is elkezdtem vásárolni a karácsonyi dekorációkat. A boltok azért ebben nekünk segítenek ilyenkor. Nagyon-nagyon, igen, már megvan az elképzelésem, hogy hogyan fogom díszíteni a lakásunkat. Megköszönöm, hogy elmondta mindezeket nekünk, és egy kicsit betekintést engedett nyerni a családnak az ünnepi napjaiba. Békés, boldog ünnepeket és karácsonyt kívánunk önöknek. Köszönöm szépen, és viszont kívánom én is. Köszönjük. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra.